tegnap akartam volna telefonban elmondani, megtehettem volna korábban is. Nagyon ügyelnem kell a szavakra, senkinek nem akarok rosszat okozni. Elsimon Lászlóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem? Igen, figyelek. A múltkori beszélgetésünk az afrikai sertéspest is kapcsán valakit rávet arra, és ne akarjál ennél többet tudni, légy szíves. Tegnap sem mondtam volna neveket, csak legfeljebb jobban körülírtam volna, de most még kevésbé írom körül. Valaki szeretett volna nekem szívességet tenni az ügyben, hogy találjak nem csak politikus megszólalót, ugye politikus megszólaló az te volnál, ebben a témakörben. És azt tapasztalta, ne kérdezz, milyen közegről van szó, nem az informátoromat nem akarom kiadni, olyan e-mailt kaptam, amely engem meglehetősen nagy óvatosságra vett rá, ráadásul az illető nem hisztériás, nincs üldözési mániája, egy teljesen normális ember. Gyakorlatilag arról tájékoztatott, hogy senki az íg egyat a világán, ennek a témának a legnagyobb tudói közül sem vállalták a megszólalást, mert hogy azt mondták, hogy ez egy politikailag érzékeny terület. Én azt tudom neked mondani, hogy ez nem normális. Ezt szerettem volna csak elmondani neked, és semmilyen kérdésedre nem fogok tudni válaszolni, hiszen nem akarhatok rosszat annak, aki külön kérte engem az e-mail elküldése után, hogy a neve maradjon homályban. Jó reggelt kívánok még egyszer, nincs ezzel szerintem semmi baj. Hihetetlenül megkavartuk az állóvizet részben a műsorban elmondottak is az abból született cikkek kapcsán, részben részben az én Facebook bejegyzésem kapcsán. Megmondom őszintén, hogy ez a heti Mandiner című heti napban, amit csütörtökön jelölt meg, szintén ezzel a kérdéssel foglalkozom az aktuális publicisztikámban. Úgyhogy azzal együtt, hogy valamennyivel óvatosabban fogalmazok a te műsorodban fenntartott állításokat, fenntartom most is. És az óvatosságom az abból következik, hogy nem szeretném, hogyha néhányan félreértenék azt, amit mondtam, mert nyilvánvalóan nem azt állítottam, és a műsorban is egyébként emlékszem, hogy kifejezetten kihangsúlyoztam, hogy nincs afrikai sertéspest is, de van afrikai sertéspest is. Azt sem állítom, hogy ez nem veszélytelen, abszolút veszélyes, kivéve az emberre, tehát ha valaki mondjuk lelő egy sertéspestissel fertőzött állatot, hogyha annak a húsát mesít is, amiben nem lesz az égvilágon. Tehát én csak azt állítottam, hogy az emberre nem veszélyes, nyugodtan lehet fogyasztani ezt a sertéshúst, viszont az állatokra valóban veszélyes, mert viszonylag gyorsan az állatoknak az elhullásához vezet. Tehát igenis, az egy nagyon fontos dolog, hogy a hatósági állatorvosi rendszer mindent tegyen annak érdekében, meg a felelősen gazdálkodó emberek is tegyenek annak érdekében, hogy elsősorban a fákjasító sertéseket, a házi sertésállományt védje, másodszorban a vadisztó állományt is. Tehát Laci, drága, ebben az ég egyatta világán semmilyen probléma nincs, de hogyha valaki arra való hivatkozással óvja magát és a környezetét, vagy azt közli velem, hogy ez politikailag érzékeny téma, és ezért nem vállalja senki sem a megszólalást, akkor bennem egy 10-es skálán azért inkább egy 8-as berzenkedés indul sem, mint 2-es. Tehát azért hadd lehessen elmondani valakinek a szakmai ellenvéleményét, nem attól félvén, hogy a politika a hatalmas mancsával vagy pofont mér rá, vagy rálép, tehát azért ez nem egy jó dolog. Ezek szerint valaki az ellenvéleményét nem akarja, nem meri elmondani. Én nem tudom, hogy ellenvéleménye, vagy cizellálta volna, vagy részletezte volna azt, amit te elmondtál. Én azt tudom neked mondani analógiaképpen. Még egyszer analógiaképpen is. Minden analógia jó, de nem ideális, hiszen az analógiával az ember valamire rá akar mutatni, amit közvetlenül nem tud megtenni. Én többé-kevésbé úgy tűnik ma, ez egy fialai fogalmazás volt,
kicsit dagályos. Maradjunk abban, hogy lehetséges, hogy elvesztettem olyan riportalanyt, aki aláírt az ogyéinek szakértést az orosz vakcina kapcsán, majd az orosz vakcina akkori dokumentációja kapcsán az elégedetlenségét fejezte ki, kilépett ebből a körből, de soha többet ezügyben nem tudott megszólalni, mert olyan titoktartási szerződést írt alá, amely lehetetlenné tette az ő megszólalását, és ez engem annyira elborzasztott, hogy a kelleténél nagyon mértékben fordultam nem csak ellene, hanem a tudós társadalom ellen. Nem jó az, hogyha a politika közvetlenül, vagy valamilyen szakmai szervezet révén a szó szoros vagy a szó idézőjeles értelmében hallgatásra bír akarva akaratlan olyan embereket, akik olyan véleményeket tudnak elmondani, amelyek elhangzására én legalábbis igényt tartanék, és nem a politika szférájából jön. Hát János, én értem, amit mondasz, de biztos vagyok, hogy ebben az esetben mások kell, hogy szó legyen, hiszen történetesen az a furcsa helyzet állt elő, hogy egy kormánypárti országgyűlési képviselő volt államtitkár, nevezetesen én, egy olyan ügybe szólalt meg, amit egyébként a név is, tehát a kormánynak a háttérintézményét közé, és amely egyébként egy európai uniós direktívába következik, tehát egy brüsszeli szabálynak az egyértelmű kritizálását tettem meg. Tehát, hogy ezek után valaki politikailag akkor nem merne megszólalni, akár pro vagy kontra, nem is értem. Megértem, és ez nagyon fontos, a veled készült interjú a beszélgetés után a veled készült interjú, nem a velem készült. Mindegy. Tehát a beszélgetésünk, A kettőnk között lezajlott beszélgetés után nekem többen is felhívtak köztük, csak hogy néhányat említsek. Tehetségi fővadászok, akik ugye minisztériumi alkalmazottak, köztük kormányhivatali vadászati felügyelők, akik nagyon örültek a megszólásomnak, illetve nagyon örültek annak, hogy írásban is megfogalmaztam a véleményt, és itt értettek velem. Beszéltem a kérdésről Sótonyi Péterrel, az Állatorvos Tudományi Egyetem rektorával, Gyurica Csabával, a Agrár Egyetemnek a rektorával. Azt kell, hogy mondjam, hogy némi óvatossággal, de ők is osztották a véleményemet. Beszéltem Nagy István miniszterrel, aki a dolognak egy másik vetületére is rámutatott. Egyébként ezzel egy időben szólalt meg Szijjártó Péter egy nagyon fontos bejelentésével. Ez a japán. Magyarországnak sikerült ugye az exportban előrelépni, és Japánba újra exportálunk hústermékeket. Megértem, hogy összességében egyébként Sertis Mufol importkasztulunk Magyarország, mert a rendszerváltozáskori sertésállománynak a töredékét sem. Laci, egy dolgot ér. És nagyon fontos, az utolsó szót mondjam el, hogy semmilyen sokta személyesen hoztassam konzultáltam, és azt mondta a miniszternek helyettes, aki nem mellékesen az országos vadászati véleidletnek is az elnöke, hogy ez egy európai uniós szabály, egy olyan szabály, amit a magyar jogrendben, illetve a jogszabályi környezetben a névéknek át kell ültetni, de egy teljesen életszerűtlen, értelmetlen szabály, tehát egyet értett velem, hogy betarthatatlan, és semmilyen Zsolt személyesen ígérte meg nekem, hogy egy betarthatatlan szabályról van szó, és nincs szankciója, ezért tehát nincsen mögötte egy szankció, hogy aki ezt nem csinálja meg, meg nem is tudják, hogy olyan számolják a vadisztó állományt, azokkal ez is ezt szok történni, hát ezért semmilyen Zsolt azt ígérte, hogy nem is fogják szankcionálni a vadisztó állomány gyérítésénre előírt brüsszeli direktívának a betartását, illetve be nem tartását. Oké, most ingattam a fejemet, egy dolgot engedjél meg, hogy mondjak, aztán haladjunk tovább. Azt meg kell, hogy értsed, vagy legalábbis figyelembe kéne venned, hogy amikor te azt mondod különböző nem politikai szereplő kapcsán téged idézlek, hogy kellő óvatossággal fogalmaztak valamit, akkor lehetséges, hogy veled kellő óvatossággal fogalmaznak valamit, velem viszont már egyáltalán nem beszélnek, mert ha veled kellő óvatossággal beszélnek, akkor velem már egyszerűbb semmilyen módon nem beszélni, mert nem akarnak a hatalommal újat húzni, hogy ez így van-e vagy sem, Laci, hallgass végig. De azt tudom neked mondani, hogy
Én ezt tapasztaltam, és egyetlen dologra hívom fel a figyelmedet, tételezzük fel, hogy amit mondok, egyáltalán nem igaz. Tehát semmi se igaz belőle. Akkor is azt tudom neked mondani, hogy egy nagyhatalmú ember, és egy politikus az az, egyfolytában körültekintőben kell, hogy eljárjon a saját hatalomgyakorlását, a saját létezését, a saját megnyilvánulásait illetően, ugyanúgy, mint az erős embernek, hiszen az erős ember is, amikor verekszik, akkor tudnia kell, nem egy jó példa, de talán nem is annyira rossz, hogy ő nagyobb pofont tud adni, mint egy másik ember, adott esetben én. Tehát csak arra hívom fel a szíves figyelmedet, hogy ma a politikai közeg, amely a Fideszhez köthető, tud olyan erővel rendelkezni, amivel te nem számolsz minden nap, mert neked ez egy természetes közeged, ugyanakkor más azt mondja, hogy Fiala, jobb, ha nem szólalok meg, nem szeretnék ebből magamnak kellemetlenséget. Erre légy szíves, nem mondjál semmit se, én csak azt mondom, hogy ezt légy szíves kalkuláljad, ha másért nem, mert a kettőnk jó viszonyából adódóan én az eszembe jutok neked, és erről eszedbe jut neked ez. János, a két dolgot mégis csak mondok. Egyrészt javaslom, hogy Soltényi Péternek a Zátorostom Egyetem rektorát hívj és kér tőle interjút. Meg fog történni. Biztos, hogy ebben egy rektor úr szívesen fog interjút adni, és abban is biztos, hogy őszintén el fogja mondani a véleményét, ami egy nagyon megalapozott vélemény lesz, hiszen az ország egyik legisbb szakemberével. Már megadom neked a mobilitát. Igen, a másik. Nyilván a műsoron. Igen. A másik az előbbi felvetésedre, hogy tulajdonképpen az ember hatalmi pozícióból szólal, mert csak annyit tudok mondani, hogyha jól emlékszem, én történetesen egy brüsszeli direktívát kritizáltam, illetve a brüsszeli direktívában nyomán megjelent Nébikes akciótervet, amit egyébként szerintem indokolatlan túlbozgósággal állt a nyilvánosság elé a hatósági főállatorvos, és hogyha jól tudom, a hatósági főállatorvos ennek a kormánynak a helyettes államtitkára, tehát magyarul nem arról van szó, hogy országgyűlési képviselőként én mondjuk valami olyan nyomásgyakorlást próbáltam volna megtenni, ami mondjuk egyébként én ezt értem. Hogy a civileknek okozott volna kárt. Ezzel együtt értettem, csak azt mondom, hogy ezzel együtt légy szíves, ezzel permanensen számolj. Nem csak ebben az esetben, máskor is. Azt kérdezem tőled, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, közös ügyünk az állatvédelem, az ön véleményére is számítunk, és van itt egy párbeszéd az állatvédelemről. A kormány célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kérdésekben, ezek közé tartozik az állatvédelem is. Ezért online párbeszédet indítunk annak érdekében, hogy mindenki elmondhassa, mit gondol az állatvédelem legfontosabb kérdéseiről, többek között az állatvédő szervezetek támogatásáról, a kóbor kutyák befogadásáról, a pirotechnikai szabályokról, vagy az állatkínzással kapcsolatos büntetésekről. Az online kérdőív kitöltés csak pár percet vesz igénybe. Én a magam részéről le is töltöttem. Ez 13 kérdés, van benne A és B válasz lehetőség. Mi ez? Ugye régóta tervezte a kormány, hogy az állatvédelem kérdésével foglalkozik. Ennek sok oka van, egyrészt van egy képviselőtársunk, a Veszteri Móvári Péter, aki nagyon régóta a civil életében állatvédelemmel foglalkozik, részben az is a hátterében meghozódik, hogy Nyitvai Zsolt képviselőtársunk, aki a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnök, aki megbízott, többször szorgalmazta, hogy ezt a kérdést tűzött napirendre. Én személy szerint rendkívül örülök neki, mert ez egy olyan kérdés, amiben azt hiszem, hogy át lehet hidalni, hogy ennek a kérdésnek a megvitatásában át lehet hidalni a pártpolitikai véleménykülönbségeket, és jó érzés, tisztességes emberek, akik szeretik az állatokat, azok bal oldalon és jobb oldalon is egyaránt vannak. Tehát hogy jó, hogyha olyan ügyek és témák is terítékre kerülnek, akár nemzeti konzultációk keretében, amelyekben nem azt határozza meg a választóinkat, hogy politikailag melyik oldalon állunk, hanem azt, hogy miképpen viszonyulunk tisztességesen, jó érzéssel, humánosan a bennünket körülvevő világhoz és környezethez. Én személy szerint nagyon nagy gondot látom azt, ami ma egyébként van, vagy azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy az állatvédelem jegyében annak átszárva, rendkívülva dolgok történnek meg, amik életellenesek és gazdaságellenesek. Mondhatnám a magyar libatenyésztés tönkretételét célzó akciókat, amelyek mögött aztán kiderült, hogy a külföldi érdekeltségű konkurens élelmiszeripari vállalatok álltak, tehát
lehet-e libát tömni, vagy nem lehet libát tömni, és hogyan lehet a liba váját hívásra kényszeríteni, vagy készíteni. Ez egy kardinális vita volt, és ezt állatvédelmi kérdésnek sikerült átszázni. Sok-sok hasonló példát lehetne mondani, tehát ez az egyik véglet, a másik véglet pedig az, amikor emberek brutálisan bántalmaznak állatokat minden indok nélkül, pusztán csak szadizmusból, embertelenségből, és ennek nincsen következménye. Én történetesen fogadtam már be kóborkutyát, nagyon nehezen fejlődítettem meg, láthatólag olyan kutya volt, aki ütöttek, vágtak, rúgdosattak, nagyon szerettem ezt a kutyát, tehát én azt gondolom, hogy mind az állatok örökbefogadásának, mind a kutyamenhelyekről való kihozatalának nagy jelentősége van, és azt kifejezetten el tudom ítélni, amikor az emberek mondjuk megunják a kedvenceiket, és utána Laci, mi várható ettől a konzultációtól? Nem tudom, hogy mi lesz az eredménye. Én személy szerint még nem töltöttem ki, tehát így nem is akarok én erről különösebben nyilatkozni. Én azt gondolom, hogy amennyiben szükséges, akkor jogszabályokat is... Ki a kezdeményező? Laci, ki a kezdeményező? Úgy érted, hogy ki a kezdeményező? Ki az, aki lehetővé tette ezt a konzultációt? Hát a kormány. Maga a kormány, vagy pedig van valamelyik szerve ennek? Nem tudom, János, ilyen beható nem foglalkoztam. Jó, rendben van, akkor erre térjünk vissza a jövő. Én még egyszer mondom a témát, az ügyet fontosnak érzem. Hát azért is te osztottad meg. És azt gondolom, igen, és azt gondolom, hogy de még egyszer mondom, még nem töltöttem ki, tehát odáig nem jutottam el, hogy kitöltsem, és válaszoljuk a kérdéseket, de magát az állatvédelem ügyét, én fontosnak tartom, nekem két kutyám van, mint hogy azért vidéken élek is, és gazdálkodom, van egyben birkám, van nem tudom mennyi kecském, tehát én szeretem az állatokat, én az állatokkal való foglalkozást is nagyon szeretem. Nem mondom, hogy a lányomnak a macskájával ki vagyok békülve, mert hogy a kutyáim lennének békülve a lányom macskájával, ez egy másik kérdés. Rendben van, én akár a jövő héten szívesen kitöltöm veled együtt. Most egy egészen más hírrel kapcsolatban kérdezem a reakciódat, vagy várom a reakciódat. Így szól Fidesz.hu-n brutális baloldali kulturális erőszak Erzsébetvárosban. A keresztény gyűlölő Niedermüller Péter elvette a méltán híres művészeti műhely a Molnár Antal zeneiskola elől az iskola számára felújított az erzsébetvárosi Damjanich utcában található épületet. Ebben az iskolában tanult valamikor Kocsis Zoltán, világhírű zongoraművész és Presser Gábor a fantasztikus dalokat alkotó LGT alapítója is, és még sokan mások, akik egyébként a Pap Zsigmond féle filmet megnézik. Az intézményt kifejezetten a zeneiskola számára annak szakmai vezetésével egyeztetve újította fel az előző fideszes vezetési önkormányzat, amely a szakmai elvárásoknak megfelelően zeneszobákkal, hangszigetelt ajtókkal, ablakokkal, hangolóhelyiséggel és próbatermekkel rendelkezik. A Vattamány Zsoltál vezetett előző önkormányzat képviselőtestületének szinte minden tagja, beleértve a jelenlegi városvezetéshez tartozó képviselőket is megszavazta, hogy az épületben a Molnár Antal zeneiskola kapja helyet. Ám ebben az új iskolában egy napot sem tudtak eltölteni a tanárok és a tanulók, mert a baloldali önkormányzat 2019 ősze óta nem adta birtokba nekik, akik azóta is bizonytalanságban élnek. A több 100 millió forintból felszerelt épületet most politikai célra használja fel. Az elszabadult hajó ágyúként romboló demokratikus koalíciós vezetés ahelyett, hogy erzsébetvárosi művészpalanták tanulnának a nekik felújított iskolákban, modern 21. századi körülmények között most innen minden jel szerint egy kulturális állarcot viselő baloldali kampányközpont fogja mérgezni a közélet levegőjét. A Fidesz erzsébetvárosi szervezete felháborítónak tartja, hogy a baloldal már a látszatra sem adva építi le erzsébetváros kulturális életét, és helyette balos haveroknak játsza át az oktatást szolgálni hivatott intézményt. A Fidesz felszólítja Niedermüller Pétert, aki minden bizonnyal csütörtökön 7:30-kor rendelkezésemre áll, hogy haladéktalanul adjon hasonló felszereltség és kialakítású épületet az zeneiskola számára, ahová az a 600 növendék, akiktől ma az épületet elvette, beköltözhet. A Fidesz vizsgálja, hogy milyen jogszabályt sértett a Niedermüller féle politika,
politikai rablóbanda a pályáztatás során, és magyarázatot vár arra a botrány-botrányra halmozó baloldali vezetéstől, beleértve mindehez bólogató momentumot is, hogy a baloldal választási ígéreteit megszegve honnan veszi a bátorságot Erzsébetváros zenei közösségének a lenézésére és arcul csapására Fidesz Erzsébetváros. Na, hát nem egyedül példa. Szerintem van egy hasonló durva eset. Tehát az első kerületben, most olvastam Véner Tibor kiváló művészettörténésznek a nyilatkozatát, amiben megszólal a Borsos Miklós emlék lakás ügyében, ahova az első kerületi önkormányzat, a polgármesterasszony, a politika történeti intézetet kívánja beköltöztetni. Ez egy csomát persze olvasták, akkor én is jól olvasok már is a Tibornak a levelét, mert szerintem rendkívül tanulságos. Azt írja, hogy tiltakozó jegyzék, alulírott Wiener Tibor, művészettörténész, ezennel mélyen elítélem, és a magyar kultúra és művészet rendi súlyos támadásnak minősítem, hogy a kommunisták által üldözött, a magyar művészet egyik legkiemelkedőbb 20. századi életművét megteremtő Borsos Miklós szobrászművét Várbéli lakásmúzeumában, a kommunista rendszer egyik utódintézménye, a politika történeti intézet költözzön. Ez a magyar művészet arculcsapása, amelynek a rendszerváltozásnak nevezett fordulat után 30 évvel nem szabadna megtörténnie. Felszólítom az illetékes állami és közösségi szerveket és szervezeteket, művészeti intézményeket, jelenkori művészet alkotóit, hogy védjék meg Borsos Miklós szobrászművész évtizedek óta fennálló emlékeit Borsos Miklós forog a sírjában. Budapest, 2021. február 8. Wiener Tibor művészet történész. Hát basszus! De is tudok erre mit mondani. De tényleg, nem is értem. Azt a politika történeti intézetet, amelyik nem volt hajlandó betartani még a bíróság ítéleteket sem, és nem költözött ki a kúria épületéből, azt most az elsőket önkormányzat beköltözteti a Borsos Miklós emlékszobába, vagy a emlék lakásba. Többenetes. Nem is értem, többenetes. Hát, ugye ehhez most nem tudok hozzászólni, mert ez egy új történet, ami a Damjanics utca 4-et illeti, az szoros összefüggésben van a Színház és Filmművészeti Egyetemen történtekkel, és ma már inkább politikai színezettel bír ez a hír sem, mint szakmaival. Igen. Ez egy mondat volt. Pont volt a végén. Igen. Hallom. János. Hatás ellenhatás. Talán fizikából tanultam. Nem voltam jó fizikából. Nem már. Tehát, tényleg. Tehát, hogy jó, de nekem nem tud meglepetést okozni, polgármester úr. Tehát én ezt egy annyira kicsinyes dolognak tartom. És mi az, hogy hatás ellen hatás? Tehát az egyik egy legitim törvény által meghozott döntés, amely egyébként arról szól, hogy az értelmek lesz egy új épület együttese, sokkal jobb feltételeket fog biztosítani. Lehet sok mindenről vitatkozni, politikai dolgokat, szempontokat behozni, de ez legalábbis nem arról szól, hogy te elvegyél egy épületet, egy vadonatúj vagy gyönyörűen felújított épületet elvegyél egy művészi oktatási intézménytől, hanem itt arról szól a színművészeti esetében, hogy új épületegyüttest kapsz, korszerű körülmények között tudsz oktatni. Nem arról van szó, hogy elveszel a lehetőséget az oktatástól. De te elvitatod a jogát annak, hogy Niedermüller Péter így döntsön? Mondtam én ilyet? Hát azt mondtad, hogy az egyik az törvényi alapon van, a másik pedig, hogy számodra nem tud meglepetést okozni a 7. kerület polgármesterű. Azt mondom, hogy ha ez hatás ellenhatás, akkor te ezt állítottad. Én ezt nem állítottam, én azt mondtam, hogy én fizikából ezt tanultam, és én ezt érzékelem. Hogy ez így van-e vagy sem, nem vagyok benne biztos, ezt tapasztalom. Nem csak itt tapasztalom ezt, máshol is. Rendkívül kicsinyes dolognak gondolom, hát szerintem Niedermüller Péter lépése a kicsinyes, rossz indulatú, kártékony. Ezt tudom mondani. Hát köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Nem fogunk téma nélkül maradni a jövő héten sem. Csak gondolkodtam, hogy erre most én mit lépjek, de hát
én nem vagyok a te védőügyvéded, nem vagyok Niedermüller Péter védőügyvédje. Nem vagy te védőügyvédje. De a ti és se. De azt kell... Én a lépését minősítettem, a döntését minősítettem, és nem őt, mint ember. Értem, amikor ez bekövetkezett, akkor ugye itt nincs tagadva az, hogy ez nem mentes attól, ahogy különböző politikai döntések, vagy furcsa szakmai döntések születtek a Színművészeti Egyetemmel kapcsolatban. Ugye azt mondta Niedermüller Péter, ami az elmúlt hónapokban is Színház és Filmművészeti Egyetem körül történt, az a magyar kulturális élet egyik legnagyobb szégyene. Aki reméli, hogy a Damjanich utca 4 ugyanolyan központja lesz a hazai színházi kultúrának és művészetnek, mint amilyen az SFE volt. Ami a modellváltást illeti, abba itt most 8 óra 4 perckor ugyan belekezdhetünk, de egyrészt még nem vagyok kellőképpen felkészült, másrésztről, ha minden igaz, akkor majd Stumpf Istvánt fogom elnyerni ehhez beszélgető társak, nem kizárólag az SFE, hanem más egyetemek kapcsán is. Van, aki ezt a modellváltást ellenzi, van, aki ennek az egész lebonyolítását ellenzi, és mindazok számára, akik egyébként emiatt önként vagy nem önként kiszorulnak a Színház és Filmművészeti Egyetemből, így próbál őket kompenzálni. De hogy jól fejezem-e ki magam vagy sem, csütörtökön el fogja mondani Niedermüller Péter. Rendben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm. Szia. Szia. Mindenki sóhajt. Ja, Isten.